Ma kezdődik a női futcal Európa bajnokság, aminek két nagy magyar sikere is van. Az egyik, hogy a magyar női futcálvállalatot kvalifikálta magát a legjobb négy közé, hiszen ezt a tornát még csak négy csapattal rendezik meg, és amelyiknek szurkolhatunk még hozzá a hazai környezetben, hiszen az UEFA Magyarországnak ítélte a harmadik női futcal Európa bajnokság rendezési jogát. Az elmúlt két tornát Portugáliában rendezték meg. A mérkőzéseknek majd Debrecen fog otthont adni méghozzá négy találkozónak. Két elődöntőt rendeznek a mai nap folyamán, az egyik a Spanyolország-Portugália, meccs, csak egy csapat eddig a döntőket vívta, most az elődöntőben találkozik egymással, a magyar női válogatott számára pedig Ukrajna lesz az első ellenfél, a második pedig vagy a spanyol, vagy a portugál együttes, vagy a bronzmérkőzésen, vagy a döntőben. Az előző két kiírásban 2019-ben Oroszország, Ukrajna, Spanyolország és Portugália vett részt, végül az oroszok élet a bronz, Spanyolország pedig 4-0-ra megverte Portugáliát a döntőben, és miután 2020-ban és 2021-ben a Covid miatt elmaradt, a női futcán LB 2022-ben Portugáliában újra megrendezésre került, és a magyar válogatott az oroszok helyett ugrott be, majd sajnos 6 0 vereséget szenvedtünk a portugáloktól, még a bronzmérkőzésen ugye megszorongattuk az ukránokat, de kettő egyre kikaptunk, az Európa bajnokságot pedig ismételten Spanyolország nyerte meg, úgyhogy természetesen a spanyolok megint a fő favoritok, meglátjuk, hogy zsinorban harmadszor is összejön nekik a női futcán Európa bajnoki cím. Futcában 2016 után szurkoltunk ismét magyar válogatottnak, akkor a férfiak voltak ott a kontinens tornán, miénk egyébként még összeharcolták ki a selejtezőkben a részvételt, és utána kaptuk meg a rendezési jogot. Eddig futcán elbékenített mindössze egyszer voltunk eredményesek Horváth Viktória révén, reméljük, hogy most még több magyar gólnak örülhetünk majd. Horváth lő gól! Gól! Kettő, egy. Megvan a szépítés, és megvan az első magyar gól az Európa bajnokságon is. Ha esetleg valamelyik ötök kint van a helyszínen, valamelyik mérkőzésen, akkor nyugodtan Instagramon a Futballhunt TV Instagram oldalára üzenetben küldhet videókat, illetve képeket a mérkőzésekről, és abból majd egy videó montást fogok összeállítani. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, és hajrá magyarok, mérkőzéseket majd az M4 sporton tudjátok követni. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!